Új egészségház Laskodon. Javítják az alapellátást és megoldják a betöltetlen házi orvosi praxis problémáját. Szeptemberi vizsgák, aki most jelentkezik B-kategóriás forgalmi vizsgára, már csak szeptemberre kaphat időpontot. Nagyszabású beruházások, mintegy 2,3 milliárd forintból fejleszt Nyíregyházán és a megyében az E.ON energiaszolgáltató. €60 millió forintból épül új egészségügyi központ Laskodon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az épületben közösen működik majd az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat. A beruházás az egészségügyi alapellátás javítása mellett a településen betöltetlen házi orvosi praxis problémájára is megoldást kíván nyújtani. Jelenleg ebben a régi épületben működik a védőnői szolgálat Laskodon, de a közelben lévő orvosi rendelő épülete is lassan már 40 éves. Az elhasználódott, korszerűtlen épületekből a két szolgálat hamarosan egy új, modern egészségügyi házba költözhet, ennek alapkövét csütörtökön tették le. 60 milliós összköltséggel épül meg a beruházás. Ez önmagában tartalmazza az épületrészt teljes felszereltségével, és az épület előtti téren egy 10 beállós parkolónak a kialakítása, illetve kerítésnek a kialakítása, úgyhogy komplex építményként fog ezután szerepet tölteni a falu életében. Laskodon tavaly október óta betöltetlen a házi orvosi praxis. Az új egészségház, valamint a kormány praxis támogatása segíthet abban, hogy a település saját orvossal rendelkezzen. Magyarország kormánya különböző programokkal, többek között a praxis házi orvosi szolgáltatást nyújtó orvosoknak a fizetés emelésével próbál meg vonzóvá tenni ezeket az úgynevezett üres vagy helyettesítéssel ellátott praxisokat. De emellett a mostani alapkőretétel egy olyan egészségház, egy kubaturát, egy fizikális hátteret is nyújt, ahol azt gondolom, hogy jól fogja érezni magát az egészségügyi személyzet, aki a lakosság egészségügyi ellátását fogja szolgálni. Kovács Sándor hozzátette, a beruházás a kormány társadalom politikájával is összhangban van, amely szerint egészséges emberek alkothatnak egészséges társadalmat. Aki most jelentkezik forgalmi vizsgára B-kategóriás jogosítványához, már csak szeptemberre kaphat időpontot. A nyári megnövekedett tanulói létszám és a sokszor felkészületlenül érkező tanulók bukása tolja ki ilyenkor a vizsgára várakozás hosszát. Az ügyben jelenleg folynak a tárgyalások a hatóság és az autós iskolák képviselői között. A diákok többsége szeretné nyáron megszerezni B-kategóriás jogosítványát. A megnövekedett forgalom nehezíti a vezetési tanulás folyamatát, azonban ez később pozitív hatást is kiválthat. Ilyenkor kötetlen az időbeosztásuk, akár délelőtti kurzusokon is részt tudnak venni. Akik korábban már nyár elején elkezdték a tanfolyamot, arra számíthattak, hogy a nyár végére már jogosítvány tulajdonosai lesznek. Most azt az időszakot éljük, amikor nyáron ugye nagyon sok diák kihasználva a nyári szünidőt, ugye jelentkezik az autós iskoláknál tanfolyamra, úgyhogy el kell, hogy szomorítsak mindenkit, aki mostanában jelentkezik, annak a nyáron már biztos, hogy nem lesz jogosítványa, hiszen az autós iskoláktól függetlenül a vizsgahelyeket azt a közlekedési felügyelőség bocsátja a rendelkezésre, és ugye most per pillanat ott tartunk, hogy már szeptemberi vizsgakiírások vannak. Már júliusra ugrásszerűen megnőtt a vizsgázók száma. A kapható vizsgaidőpont pedig több mindentől függ. Például az eredményességtől, vagyis hogy egy vizsga eseményre hány bukott vizsga jut. A közlekedési hatóságnál van egy keret, és ezt nyáron sem emelik meg. Pont most van folyamatban egy egyeztetés a hatóság és az iskola vezetők között, ami alapján megpróbálunk egy kicsit változtatni ezen a lehetőségeken. A hatóság egy minimális túlórát biztosított a nyári időszakra, mi pedig autós iskolák megpróbálunk összefogni és kihasználni ezeket a lehetőségeket, egy saját rendszer által biztosítani azt, hogy rövidebb időre adjuk a kiírásokat. A témával kapcsolatban sem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal közlekedési és fogyasztóvédelmi főosztálya, sem a képzési, vizsgáztatási és útügyi osztály képzési és vizsgáztatási feladatokért felelős főosztálya nem reagált megkeresésünkre adásunkig. Mintegy 2,3 milliárd forint értékben tervez beruházásokat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei üzemterületén az E.ON. A hálózat fejlesztések mellett többek között még madárvédelemre, elektromos autótöltők telepítésébe, valamint duális villanyszerelő képzésbe készül beruházni a társaság a saját forrásaiból.
Ilyen és ehhez hasonló autókkal járják az áramszolgáltató szakemberei a Nyíregyháza és környéki üzemterületet. A cég ugyanis a lehető legkevesebb szolgáltatás szünetre, az ellátás biztonság fenntartására és az ügyfél elégedettség növelésére törekszik. Az E.ON-nal évek óta kiváló az együttműködés az önkormányzatnak, és ennek az a célja, hogy az E.ON fejlesztései és a város fejlesztési programjai azok egy időben történjenek. Ez nagyon fontos, hiszen nagy átfutási idők lehetnek. Most legutóbb két ilyen siker történetünk is van, a Pangea, amely nem sokára megnyílik, illetve a szabadtéri színpad, mind a kettőhez szükséges volt az E.ON-nak az együttműködése, jó hozzáállása. És hát a célunk az, hogy egy modern energiahálózat, villamos energiahálózat álljon rendelkezésre itt Nyíregyházán az itt élők számára, az itt működő cégek és az itt fejleszteni kívánó cégek vagy később betelepülő cégek számára is. Ez nagyon fontos, az infrastruktúra meglegyen. A polgármester hozzátette, a következő években jelentős közös fejlesztésekre készülnek, amelyekről már most folynak az egyeztetések. Jelenleg pedig közel 50 helyen zajlanak beruházások, melyekről a vállalat vezérigazgatója azt mondta, két kategóriába sorolható fejlesztésekről van szó. A 2,3 milliárd forintnak az egyik nagy része, több mint a fele az ügyfelektől érkező igények kielégítésére fog szolgálni, tehát amiatt építjük a hálózatunkat, hogy ezeket a csatlakozásokat meg tudjuk oldani. Ez azt jelenti, hogy olyan vállalatok, termelővállalatok települnek ide, akik miatt bővítenünk kell a hálózatunkat, ők nyilván ide majd hoznak új technológiákat, munkahelyet adnak, nekünk pedig egy lehetőség lesz arra, hogy egyre több villamos energiát tudjunk értékesíteni. A csomagnak a másik része az a meglévő hálózatunknak az üzemeltetésére, karbantartásra fordítódik. Ez alatt azt kell érteni, hogy mi folyamatosan vizsgáljuk a hálózatunkat, figyeljük azt, hogy hol milyen meghibásodások következnek be, illetve azt is figyeljük, hogy milyen állapotban vannak az egyes hálózati eszközeink, és igyekszünk még azelőtt beavatkozni, megújítani, mielőtt meghibásodás történne rajta. Haraszti Judit hozzátette, az újszerű megoldások, mint például a háztartási méretű kiserőművek és a hálózatba visszatáplálható energia kezelése, vagy az elektromos autók elterjedése és a szükséges töltőállomások fejlesztése további kihívást jelent a cég számára. 22%-kal több új autót vásároltak 2018 első 6 hónapjában a tavalyi év hasonló időszakához képest. Az új autó piacra visszatértek a magánvásárlók, ők bonyolították a járművásárlások közel 50%-át. A használt autók eladásának száma is nőtt, mintegy 15%-kal. A Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesületének alelnöke szerint a növekedés az alacsonyabb kamatoknak köszönhető, illetve annak, hogy emelkedtek a lakossági jövedelmek. Suzuki, Skoda, Ford. Ez volt a három legkeresettebb autómárka 2018 júniusában. Az autópiac ebben az évben eddig minden hónapban pozitív változást mutat, most pedig a féléves összesített adatok is megjelentek, amelyek szintén azt mutatják, egyre aktívabb az autópiac. Folyamatos emelkedés van már 4-5 éve, egy egyenletes 15-20%-os emelkedés van minden évben. Ez az évben azt hiszem 22%-os, a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. Az új autópiacon azt lehet mondani, hogy visszatértek a magánvásárlók is, már a teljes eladás majdnem a felét magánszemélyek teszik ki, a többi még mindig cég és közület. A használt autópiacon is egy kb. 15%-os emelkedés történt a tavalyi évhez képest, itt elsősorban magánvásárlók dominálnak. Ha a két évvel ezelőtti adatokhoz viszonyítunk, akkor viszont másfélszer annyi autó került forgalomba, mint 2016-ban. Ezt már az autonavigator.hu weboldal főszerkesztője nyilatkozta. Katona Mátyás hozzátette, a június volt a csúcshónap eddig ebben az évben, több mint 14 ezer személyautót helyeztek forgalomba. Az eladások 37%-át a szabadidő autók teszik ki, a 10 legnépszerűbb modell listáján 5 modell pedig crossover vagy szabadidő autó. Gulyás József úgy véli, az emelkedés az alacsony kamatoknak, illetve a reálbérek emelkedésének köszönhető. A használt autópiacon a vásárlók leginkább a fiatalabb, 5-8 éves autókat keresik, de fontos feltétel még, hogy benzinesek legyenek a járművek. A hazai piacon túlnyomó részt egyébként eddig is benzines autókat kerestek. Továbbra is
idősödik a hazai gépjárműpark, már több mint 14 év a hazai állománynak az átlagos életkora, ugye több mint 3 millió autó fut az útjainkon, és ezeknek a frissüléséhez, az állomány frissüléséhez sajnos még mindig kevés az az autó, amit eladnak újonnan. Ugye idén a teljes piacon éves szinten nagyjából 140-150 ezer példányos eladást láthatunk, ennek nagyjából a duplája kellene ahhoz, hogy ne nőjön a hazai átlagos életkor. Azonban hiába produkál hónapról hónapra pozitív számokat az autópiac, a hazai gépjárműpark életkora így sem tud frissülni. Nyugat-Európában más a helyzet, ott ugye vannak olyan országok, ahol zömében dízelt adnak el. Nyilvánvaló, hogy a dízelautók egyrészt drágábbak, másrészt a hosszabb utazásokhoz ideálisak. A magyarországi átlagos futás az jellemzően kedvezőbb a benzines üzemautók számára, illetve árérzékenyebbek a vevők, emiatt inkább az olcsóbb benzines autókat választják. Az elektromos autók iránt is megnőtt az érdeklődés, de ez még mindig a piacnak egy apró szegmensét jelenti. Az új autó eladásoknál alig 1-2%-át éri el, és a használt autó esetén is alacsony számban vásárolnak elektromos autókat, de az adatok határozott növekedést mutatnak. Mintegy 100 millió forintnyi forrásból végeznek helyreállítási munkálatokat Nyíregyháza útjain. A programban szereplő kátyúzandó útszakaszokat részben lakossági bejelentések, részben ellenőrzések alapján jelölték ki. Így az útfelújítások szinte valamennyi városrészt érintik. A nagy felületű kátyúzási munkálatok a tervek szerint a szeptemberi tanév kezdés előtt még augusztus közepén befejeződnek. Már felmarták a korábbi burkolatot és beállították a csatornafedeleket az Irinyi János utcában, ahol a napokban kezdik az útburkolat helyreállítását úgynevezett melegaszfaltos technológiával. Idén városszerte mintegy 244 millió forintot fordítottak az utak felújítására, a nyárra tervezett munkálatok pedig lassan be is fejeződnek. Szinte valamennyi városrészt, összesen 24 utcát érint az a nagyfelületű kátyúzási program, amely jelenleg megközelítően 80%-os készültségű. Ezen a héten az Irinyi János utcában aszfaltoznak, és még 7 útszakasz helyreállítása van hátra. A teljes 100 milliós program előreláthatóan augusztus közepére, tehát a szeptemberi tanévkezdést megelőzően be fog fejeződni. Korábban az úgynevezett hidegaszfaltos technológiával közel 200 utcában végeztek útfelújítást, ezekhez mintegy 83 tonna aszfaltot használtak fel. Azonban nem csak az utcákat, hanem a főtéren található díszmozaikokat is felújítják. A fokozott igénybevétel és az időmúlása teszi szükségessé ennek a 9 díszkő mozaiknak a felújítását, amelyet természetesen az alkotók felügyelete mellett szakemberek bevonásával végzünk el. A munkálatok során pótolják a hiányzó és tönkrement kő, illetve bronzdarabkákat, csiszolják, tisztítják és impregnálják a felületet, és hogyha minden igaz, a tervek szerint augusztus közepére az egykor volt esztétikájában és minőségében láthatóak újra ezek az alkotások. A Kossuth téren lévő mozaikok a naprendszer bolygóit ábrázolják, amelyeket még 1994-ben helyeztek el a térkő burkolatban. A tanév utolsó diákolimpiai döntőiben is jól szerepeltek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyebeli fiatalok. Csütörtökön a megyeházán köszöntötték az atlétikai döntőben, a harmadik korcsoportos összevont labdajátékok döntőben és kisiskolák sportversenyén érmet szerző sportolókat. A diákolimpia versenyrendszerében 280 ezer 6 és 18 év közötti fiatal vesz részt 18 sportágban. A megyebeli sportolók 18 arany, 14 ezüst és 16 bronzérmet szereztek az országos döntőkben. A 48 éremből jó néhány a tanév utolsó fináléiban született. Mind összevont labdajátékokban, mind atlétikában, mind pedig a kisiskolák sportversenyében olyan eredményeket sikerült elérni az ország különböző tájain, amelyre nagyon büszkék vagyunk. És ez a sajtótájékoztató pontosan ezt a célt szolgálta most, hogy amellett, hogy erről említést tegyünk, meg is köszönjük azt a munkát, mint a diákoknak, mint pedig a felkészítő tanároknak, amelyet egész évben végeznek, és egy picit a vakációt is megkezdjük nekik ezzel a mostani alkalommal. Emellett az Agrárminisztériumban átadásra kerültek a jó tanuló, jó
sportoló pályázatoknak a díjazása, a díjazottjai, és a megyéből 20 olyan gyerkőc kapott ebből az elismerésből, akik azt hiszem, hogy nem csak a sport terén, hanem a tanulás, a tudás megszerzése terén is nagyon komolyan hozzájárulnak, nem csak a Szűkepátriájuknak az elismertségéhez, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének az elismertségéhez is, és ezt mi, mint Megyei Diáksport Egyesület mindenképpen szerettük volna ezen a plénumon megköszönni. A nyíregyházi Móricz lányröplabdázói mind a harmadik, mind a negyedik kócsoport döntője után dobogóra állhattak. Nagyon boldog vagyok, hiszen ez volt a cél, hogy mindenképpen a dobogó valamelyik fokát meg kell célozni, mert az elvégzett teljesítmények alapján a rengeteg nemzetközi megmérettetésekből kiszűrtük, hogy alkalmasak vagyunk rá, és ott a helyünk valamelyik dobogó fokon, aztán így alakult, hogy a harmadik kócsoporttal sikerült megnyerni, ami a 16. aranyérmünket jelentette a Móricz Zsigmond iskola színeiben. A negyedik kócsoporttal ezüstöt hoztunk, ami szintén nagyon jó eredménynek számít ebben az erős mezőnyben. A nyíregyházi Kodály tanulója Szabó Hunor új diák olimpiai csúccsal győzött a 600 méteres síkfutásban a győri döntőben. Ebben az évben ugye volt egy országos bajnoki címem atlétikából, azután ugyanezen a versenyen, csak másik számban összetettben lettem bronzérmes, és azután pedig még voltam egy nemzetközi versenyen is, ahol szintén első lettem. Ez azért kemény munka van a hátam mögött, de főleg itt a versenyszezonban volt több edzésem. Egyébként pedig nem vagyok igazolt sportoló, hanem iskolai szinten járok futni és úszni is. Szabó Hunor az aranyérem mellett a jó tanuló, jó sportoló címnek is örülhetett, amit rajta kívül még 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatal vehetett át Budapesten. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 60 millió forintból épül új egészségügyi központ Laskodon. A beruházás az egészségügyi alapellátás javítása mellett a településen betöltetlen háziorvosi praxis problémájára is megoldást kíván nyújtani. Az épületben közösen működik majd az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat. Már júliusra ugrásszerűen megnőtt a B-kategóriás forgalmi vizsgázók száma, aki most jelentkezik vizsgára, már csak szeptemberre kaphat időpontot. Ez az időpont függ az eredményességtől is, vagyis, hogy egy vizsgaeseményre hány bukott vizsga jut. Egyelőre folynak az ezzel kapcsolatos tárgyalások a hatóság és az autós iskolák képviselői között. Madárvédelembe, elektromos autótöltők telepítésébe, valamint duális villanyszerelő képzésbe kezd az E.ON Energia vállalat a Nyíregyháza és környéki üzemterületén. Jelenleg 50 helyen zajlanak hálózatfejlesztési munkák városszerte, a közeljövőben viszont az újszerű megoldások, mint például a háztartási méretű kiserőművek, valamint az elektromos töltőállomások telepítése jelent majd kihívást a cég számára. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 12-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos, száraz időre lehet számítani. A térségünktől északra található hideg légörvény távolodik tőlünk, többnyire alacsony nedvességtartalmú levegő érkezik felénk. Az éjjeli órákban derült, száraz idő várható, estétől a szél is mérséklődik. Reggel általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos idő várható, csapadék nélkül. A nyugati szél ismét megélénkül, néhol megerősödik. Délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő napokban is meleg nyári időre van kilátás, a sok évi átlagnak megfelelő hőmérsékletekkel. Általában több órára kisüt a nap, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat.